Lén története Az új hold idején történt, hogy a nagy havas csúcsok által körülölelt, ezüst fenyves erdejében megszületett egy újabb tündér, egy lány, akit Liennek hívtak. A tündérek mindig megünneplik, ha új jövevény érkezik közéjük, és amikor egy hetes lesz egy tündér csecsemő, akkor Terő, a tündér királynő áldja meg, és fogadja be hivatalosan is a tündér közösségbe. Ritkán előfordult, hogy a tündértanácsot össze kellett hívni egy-egy féltünde csecsemő születésekor. Ez olyan esetekben történt, amikor az újszülött apja ember, és így félvérként születik, és mint ilyen, nem biztosak a tündéri jóságában, ezért előfordul, hogy a tünde tanács úgy dönt, hogy a babát nem fogadják be, és távol, az emberek közt kell felnőnie, a királyságban. De már nagyon régen, legalább 250 éve nem történt köztük ilyen. Lin igazi tündér volt, ahogy testvérei is, a legidősebb Lana, és a középső, Luna is. Szüleik Efrem és Rúra, mindketten nagyra becsült, gyógyító tündérek voltak. Nővérei, Lana és Luna, akik már betöltötték a 16. életérüket, pedig az állatok és növények nyelvén értettek. A tündérek mind a nagy fenyvesekben éltek, általában vizek mellett, vízesések közeli barlangokban, és szerepük a természetrendjének fenntartása. Minden tündérnek 16 éves kora körül derül ki varázsereje, ez az úgynevezett varázserőpróba egy hatalmas ünnepség keretében zajlik le. Talán ez az ünnep a párválasztó ceremónia mellett az egyik legnagyobb egy tündér életében. Ugyanis a tündérek nagyon szerettek mulatozni, összetartó, barátságos, víg közösség. Ilyenkor hosszú asztalaikon, erdei gyümölcsökből készült pogácsák, sütemények, lekvárjaik és szörkeik sorakoztak. Hárfán, sípon, lanton és dobokon játszottak zenéjük kellemes és vidám hangjára táncoltak a tűz körül. Akadtak köztük, akik a vizeket voltak képesek irányítani, voltak, akik a levegőt, egyesek a tűznek parancsoltak, képesek voltak a növényeket és állatokat is befolyásolni, irányítani és gyógyítani egyaránt, egyes tündék pedig tudtak az emberek gondolataiban olvasni és azt befolyásolni. De erre ritkán volt szükség, mert elég elszigetelten éltek egymástól. Az emberek a királyság falain belül földműveléssel, de főként állattenyésztéssel, a kézművesek pedig kereskedéssel foglalatoskodtak. A király fennhatósága alatt álltak az emberek. Terő, az ezüstfenyves tündérkirálynője és a jelenlegi blád emberkirály atyának régi megállapodása értelmében nem háborgathatták indokolatlanul egymás területeit. Terök királynő ereje a leghatalmasabb volt az összes tünde közül, mert ő azon kívül, hogy a vizeket irányította, hallotta az emberek gondolatait és értett manipulációjukhoz is. Így éltek egymás mellett ember és tünde évszázadok óta. 16 évvel később, a hulló levelek havában eljött végre Lin nagy napja is, ugyanis akkor töltötte nagykorúságát. Nagyon várta már ezt a napot, hogy kiderüljön képessége, mi lehet vajon varázsereje, mert mindig is érezte, hogy valami nagy dolog született, de nem tudta elképzelni, hogy mi lehet az. Azonban aznap, váratlanul, valami olyasmi történt, amire nem számítottak. A magas törpök küldtek követeket a királynőhöz, aki tüstént kíséretével elviharzott valamerre, nem tudták hová pontosan. Valami nagy baj történt, a törpök ugyanis, a hegy gyomrában, bányászás közben rábukkantak valamire, aminek nem lett volna szabad előkerülnie. Lín érezte, hogy ez nem jó jel, erejét illetően is kételkedett, érezte, hogy nincs rendben valami. Mégsem úgy fog történni, ahogy ezt a nagy napot ő elképzelte, hiába nem így akarja, nagyon rossz előérzete támadt. Felfordult világa ez alatt Terő királynő tünde kíséretével megérkezett a törpök bázisára, a bányába. A törpök bányászás közben egy különleges, titkozatos kristályra akadtak. Elbeszélésük szerint a kristály furcsa dolgokra képes, egyik törplába lesérült munka közben, erre a kristály fényeni kezdett, és a közelében lesérült törplába, hirtelen begyógyult. Terő királynő egyből rájött mi ez a kő, és tudta, hogy nagyon nagy bajban vannak. Ez a kristály nem más, mint amit még Vanda ősanyánk, a három királyság idején ide elrejtett, hogy soha többé senki meg ne találhassa. Jóra és gonoszra egyaránt képes, de ha a gonosz kezére jut, ez a világ végleg megsemmisül. Szólt terő királynő, tünde kíséretéhez. Össze kell hívnunk a tanácsot, és meg kell beszélnünk, mi legyen a teendő. Szóval mi legyen a sorsa, úrnőm? Kérdezte a magas hegyi törp király, Durt. Kedves Dúrt király, hű alatvalóm! Amíg a tünde tanács összeül, és döntés nem születik, addig a legnagyobb titokban kell tartanotok, hogy mi történt. Nem tudhat meg senki semmit róla, ennek híre, ha eljut az emberekig, akkor végünk van. Szólt terök királynő. Rendben, úrnőm, úgy lesz, egy szót sem szólunk. Mondta engedelmesen a törp király, miközben meghajolt. Ezután, már rögvest a negyedik nap éjjelén, a föld minden részéről megérkeztek a vének, vagyis a legbölcsebbek, és a tündék rendkívüli tanácsot tartottak. A tanács a legidősebb tündékből állt, tizenkét tagja volt, kettő helyből, az ezüst kettő a közeli vörös két vén messze keretről, a fekete fenyvesből, még kettő északról az arany kettő délről a szirti fenyvesből, és végül kettő nyugatról a csillagfenyvesekből érkezett tudták, hogy nagy a baj, ugyanis már régen nem kellett összehívni ilyen tanácsot. Kedves tündetársaim, ti legbölcsebbek! Segítsetek döntést hozni, világunk bajba került. Kezdte beszédét, Terő a nagy tanásterem közepén állva, a vének pedig körbeülték őt. Magas törpjeim, a közeli magas gyomrában felfedeztek valamit. Valamit, amit már egyszer régen, Vanda ősanyánk, hatalmas erejével, elrejtett a világ elől. Még a három királyság idején, a régi monda szerint, egy lány és egy fiú, Rondel és Venidul igaz szívének és tettének hatására, a nagy fortyogó láva, a szem megsemmisült, és utána csak ez a kristály maradt, ami szolgálhat jót és rosszat is egyaránt. A kristály ekkor újra a jó kezébe került, de hamarosan az emberi kabzsiság veszélye fenyegette, újra gonosz erők akarták megkaparintani, ezért Rondel és Venidul megkereste Vandát, tündérős anyánkat, hogy segítsen neki elrejteni végleg a világ elől. De most előkerült, újra köztünk van, és veszély fenyeget, a kristályt is, és minket is egyaránt. Mesélte erről, miközben a vének rémülten hallgatták. Biztos vagy te benne, hogy ez az a kristály lenne? kérdezte az egyik bölcs kételkedve. Igen, láttam, és a törpök is tapasztalták erejét, éppen meggyógyított egy megsérült törpöt. Mondta határozottan török királynő, mi alatt a vének zúgolódásba kezdtek. Az a feladatunk, hogy eldöntsük, mit tegyünk a kristályjal, hogy ne következzen be katasztrófa. Vanda ősanyánknak hatalmas ereje volt, nincs ma köztünk senki, aki hasonló erővel rendelkezne, és képes lenne újra megvédeni a gonosztól a kristályt. Jelentette ki az egyik bölcs. Igen, tudom. Szólt, Terő. Esetleg felváltva őrizhetnénk, tündérföldön kell őrizni mindenképpen. Vetette fel az egyik vén, de valójában féltek magukhoz venni, mert akinél a kristály, az veszélyben van, mert a kő odavonza a gonoszt is magához, és hatalmas erővel lehet csak távol tartani tőle. De ekkora ereje egy tündének sem volt sajnos. Rendben. Szólt terő királynő. A kristály, most ami földünkön van, tehát itt fogjuk őrizni, egy elkülönített helyen. Aztán új voltkor átkerül egy másik tündérföldre, fekete fenyvesbe tündérkirály barátomhoz. Aztán a következő újhold alkalmával a szirti fenyvesbe, és így tovább, körforgás szerűen őrizzük, még mielőtt kitudódna létezése. Ajánlott a felterő királynő az alkut. Miután döntöttek, a vének, és elfogadták a megállapodást, ter maradásra bírta a tanácsot, mert másnap a varázserőpróba alkalmával nagy ünnepét tartanak. Lén és a többi ezüst de semmit sem sejtett a történtekről, de Lén nem tartotta jó dolognak, hogy a tanács is éppen akkor van jelen, amikor az ő próbája következik, nagyon aggódott emiatt. Rossz megérzése egyre csak erősödött ennek hatására. De még mindig kíváncsian várta, hogy kiderüljön, hogy mi lehet vajon képessége. Ahogy szokás, ilyenkor szépen felöltöztették, tiszta hófehér, hosszú ruhába és hosszú hajába pedig igaz fűztek, mert ezek is erősítik a varázslatot. Ilyenkor az ifjú tünde, vagy tündék, felvonulnak a királynő elé, aki velük szemben, töltsva trónján ülve, kezeiket szorosan megfogva állapítja meg, melyik varázserő birtokában vannak, és ez a varázserő bennük, tüstént fel is szabadul. Minden ünnepük alkalmával, virágokkal, indákkal díszítik házaik ajtaját, a nagy tanácstermet, a felállított asztalokat. Ezernyi Szent János bogár vető rájuk. Még a szertartás után az ifjoncok egy darabig az idősebb tündéktől tanulnak, és leckéket vesznek, hogy képességüket kifejlessék és a legerősebb szintre emeljék. Azonban aznap olyan megdöbbentő dolog történt, amikor Lin, Terő királynő elé felvonult, amire senki nem számított volna soha. Mert ilyen még soha nem is történt a tünde történelemben. Ugyanis Lin kezeiből Terő nem tudta kiolvasni az erőt. Terő királynő percekig próbálgatta, és erősen fogta Lin kezeit, de a királynő végül szomorúan kijelentette, hogy nem talál benne varázserőt. erőt. Mindenki megdöbbenten állt, a vének is teljesen el voltak képedve. Lén pedig legszívesebben elsüllyedt volna szégyenében, a sírás folytogatta. Az ünnepség ma elmarad. Jelentette ki terő királynő, szomorúan nézve lient, aki szeretőszülei karjainak ölelésében hazament a vízesés melletti barlangodójukba. Szótlan volt egész este, és mikor végül egyedül maradt szobájában és baldahinos töltyfa ágyába lefekütt, kitört belőle a halkzokogás. Teljesen összetört. Ilyen rosszat még csak el sem tudott képzelni. Egy tündérrel sem történt még ilyen szörnyűség létezésük óta. Szégyelte magát, nem tudta elhinni, hogy ez vele történik. Terő királynő is teljesen összezavarodott a történtek miatt, összehívta újra a véneket, még indulásuk előtt. Az, az aggodalmam, hogy nem a véletlen műve lehet, hogy két ilyen különleges dolog is történik itt, ilyen rövid időn belül a gonosz itt munkálkodik közöttünk. Segítsetek, bölcsek, mi legyen Lin sorsa? Tette fel a kérdést terő királynő. Nem élhet köztünk, varázs erő nélkül. Lehet nem is tündér, és akkor a gonosz is munkálkodhat benne. Szólt egyikük. Igen, lehet, hogy ember, ezért emberek közt van a helye. Jelentette ki határozottan egy másik. Éppen most nem hagyhatjuk, hogy a kristály közelében legyen, egy emberféle, egy varázserő nélküli tündér, még nagyon veszélyes lehet. Mondta az egyik bölcs. Mivel ilyen nagy az egyetértés, és valóban egy veszélyesebb korszak köszönt ránk, amit el sem tudunk képzelni, ezért fájó szívvel ugyan, de hajlok szavatokra. Szólt török királynő. Reggel korán kopogtak, török királynő tünde őrei, Lin családjának ajtaján. A királynő hívott titeket. Szólt Lén édesanyjának, Rúrának az őr, így elindultak Lén és a szülei a királynőhöz, a nagy tanács terembe. Még nem nagyon tudtak feleszmélni az előző éjszaka történéseiből, szótlanul és búskomoran járultak a királynő elé. Terő királynőn is a szomorúság látszott. A ti érdeketekben hoztam ezt a számomra is iszonyatosan fájó döntést, hogy meg kellett kérdeznem a tanácsot Lén sorsáról. Szólt a királynő. Van valami, amit sajnos nem oszthatok meg veletek, tündér kötelességem, óvni és védeni ezt a világot, és most úgy néz ki, a gonosz egyre erősödni fog. Nem tudjuk, még pontosan mi következik, de fel kell készülnünk egy újabb világra. De sajnos Lín nem maradhat így itt, nincs ereje, ezért a tanács úgy döntött, hogy száműzi az emberek közé. Jelentette ki terő királynő, elsírt elsírta magát. De nem tehetitek ezt, ő nem félig ember gyermek, ő egy tündér. Fakad ki Efrem, lénapja. Efrem, Rúra, hű alatvalóim, meg kell értenetek, lén sorsa nem a ti kezetekben van, egy nagyobb cél érdekében teszem mindezt, el kell ezt fogadjátok. És amint ezt végig mondta Terő királynő, Lient két oldalról megfogta két őr. Ne! Kérem, ne! Kérlelte Lén sírva a királynőt. Lén! ne aggódj, jó helyre viszünk. De jól jegyezd meg, senkinek nem mondhatod el, hogy tünde vagy, nem fedheted fel magad. Öltöztessétek át, és vágjátok le a haját, szólt Terő, de Lén és szülei csak zokogtak tovább, amint elhurcolták Lient. Lén világa összeomlott, egyik napról a másikra az élete váratlanul egy rémálommá változott, és nem tudja miért érdemelte ezt. Nagyon haragudott a világra, de főként Terő királynőre, hatalmas gyűlölet volt benne iránta. Napokig tartott az útlóháton, mire az őrök megérkeztek Liennel a királyság szélére, egy kis kunyhóhoz, és ott egy idős asszony várta őket, ványa, a vajákos. Itt a lány, ő segítségedre lesz. Jól ért a gyógynövényekhez. Szólt a tünde, a vajákos asszonyhoz, miközben átadták Lient. Rendben, majd segítségemre lesz. Mondta ványa, és betessékelte Lient a szegényes kis kunyhóba. Itt fogsz lakni. És az lesz a feladatod, hogy nekem segítesz. Mondta ványa, Liennek. Miért vagyok itt? Nem akarok itt lenni. Miért hoztak ide? Engedjen el azonnal. Engedjen el. Kiáltott Lien kétségbe esetten. Nyugalom, leány. Mi ez a sok düh? Nagyon sok düh van benned. Se baj, majd itt megtanulod. Mit tanulok meg? Kérdezte Lén zaklatottan. Ne a kérdések hiába valók, mennyis csináld a dolgod. Minden egyes nap felmész arra a dombra, látod, ott azt a kutat a domb tetején. Onnan lehozol tíz vizet, minden nap. Minden nap fát hasogatsz, és megcsinálod a házi munkát, és megfőzöl. Sorolt a ványa. Mindent én csináljak, és maga mit fog csinálni? Reagált Lín egyre dühösebben. Embert faragok belőled. Mondta Ványa, amire Lín majdnem rávágta, hogy is faragna embert belőle, amikor ő egy tündér, de rájött, hogy ha felfedi magát, akkor veszélybe sodorhatja a családját, ami nagyon fontos volt neki, nem is a gyűlölt királynő kedvéért hallgatott. Teltek, múltak a napok, hónapok, Lín igyekezett elfolytani dühét, és szó nélkül csinálni ványa utasításait, nem tudott ellene mit tenni, de minden nap, amikor felment a dombra, látta a domb tetejéről az ezüstfenyvest, az egykori otthonát, és nem múló keserűség, dű és fájdalom volt a szívében. Hiányzott családja, de török királynő iránt érzett gyűlölete egyre erősebb volt. Még mindig nem tudott megbarátkozni helyzetével, csak ideiglenesnek tartotta itt létét, és azon gondolkodott hova mehetne, hogyan szabadulhatna meg ettől a pokoli helytől, mert tündérként nem lakhat itt. Nem tudja, miért kell itt lennie, és miért nincs varázsereje. De napról napra egyre ügyesebben és ügyesebben csinálta feladatait, és Ványa is büszkén figyelte a lány fejlődését. Egyik este, a feladatok végeztével, a ropogó tűz mellett ültek, Ványa pipázott, Lén pedig csak a lángokat bámulva merengett. Mit követtél el, hogy ide száműztek? Töri meg a csendet, Ványa. Semmit. Zárta rövidre Lén, nem is akarná, még véletlenül sem elmesélni az igazat, a szörnyű igazságot, amit nem tud elviselni. Ember vagy tündér vagy? Nem vagyok semmi. Vágta rá Lynn. Még mindig sok benned a düh. Állapította meg ványa. Igen, dühös vagyok, nem ezt a sorsot akartam. De majd bosszút állok azon, aki ezt tette velem. Hát akkor mi vagy, és milyen sorsot szeretnél? hogy akarnál bosszút állni bárkin is, amíg azt sem tudod, hogy te magad ki vagy? Sokat kell még tanulnod a világról, nagyon sokat. Mondta ványa, amin Lin mélyen elgondolkodott. Tovább teltek múltak a hónapok, lassan eltelt egy év is, de Lin keserűsége továbbra sem múlott, amit ványa szomorúan figyelt. Gyakran gyűjtöttek együtt gyógynövényeket a kunyhóhoz közeli tisztásokon, amiben Lin nagyon ügyesnek bizonyult. Ványa elismerően bólintott a lányra mindig, gyógyfüves útjaik végeztével. Lén pedig ennek nagyon örült, amikor Ványa megdicsérte, mert azért ez nem volt túl gyakori eset. És ilyenkor végre Lén is részesülhetett kicsit abban az elismerésben, amire mindig is vágyott a többiektől, azonban hiába. Ezeket az alkalmakat mindketten élvezték, közelebb hozta mestert és tanítványát egymáshoz. Miért élsz egyedül? Miért nincs férjed és gyereked, mint a többi embernek?-kérdezte felbátorodva egyszer Lén, ványát. Azt hittem először, hogy azért, mert így hozta az élet, hogy nekem nem jár az, ami a többi embernek, nekem nem jár család, csak a magány. De ennek így kellett lennie. Rájöttem, hogy ezt én akartam így, mert én ványa vagyok, ványa, a földanya gyermeke, sem feleség, sem anya, én egy gyógyító vagyok. És nem is vágyom másra. Válaszolt Ványa, de Lin nem mindig értette Ványa, mit mond neki. Egyik nap, egy rémült férfi rohant Ványához a kunyhóba segítségért. Ványa, kérlek segíts, az asszony órák óta vajudik már, valami nincs rendben. Szólt a rémült férfi. Rendben van. Megyünk, megyünk. Nyugtatta Ványa a férfit. Hozd a gyógynövényes ládikámat. Szólt oda Liennek, és siettek is a férfi után. Lén rémülten nézte végig a szülőnő vajudását, de amikor a végén egészségesen, és sértetlenül megszületett a gyermek, és ványa a magasba emelte, valami határtalan örömöt és szeretetet érzett szívében. Lén lelke felragyogott. A földanya, vigyázzon rád, és adjon neked hosszú és boldog életet. Ádotta meg ványa a gyermeket. Hazafele úton, Lén még mindig a történtek hatása alatt volt, ványa is látta a lányon a változást, és örült neki. A földanya varázserejében hiszel? Kérdezte Lín ványát. Igen, benne és magamban. Válaszolta határozottan ványa. A földanyának milyen varázsereje van? Érdeklődött tovább Lín. Hatalmas, a hitnek van a legnagyobb ereje. Nincs annál nagyobb varázserő, mint a hit. De neked nincs is varázserőd. Furcsát a Lín. De, mondom, hogy a hit, nekem ez a varázserőm. Erősködött ványa. De hogyan varázsolsz vele? Értetlenkedett tovább Lín. Úgy, hogy hiszek magamban, mert a földanya bennem van, és mindenben, ami jó, a nevetésben, egy jó ételben, egy gyönyörű gyermek születésében, a kedves szóban, az ölelésben, a feljövő és lemenő napszépségében, a csillagos égboltban, a csobogó vízesésben, vagy a szivárvány látványában, nagyon sok mindenben benne van, benned is, ott van a földanya. Bennem? Igen, csak nem figyelsz rá, inkább a dühöddel vagy elfoglalva, makacsú ragaszkodsz hozzá. A Földanya mindenkiben ott van, de ha nem őt választjuk, akkor ott van helyette a rossz. A sok-sok rossz érzés veszi át a helyét, mint a düh, harag, bosszú, gyűlölet, elégedetlenség, hálátlanság, iricség, félelem, vagyis minden, ami a hitetlenség. El kell fogadni sorsunkat, és ott lesz a szívünkben a szeretet, hála, megbocsájtás, öröm, kedvesség. Ne hordozd tovább magadban dühödet, az egyetlen, akinek a dühöddel ártani tudsz, az saját magad vagy. Mondta ványa. De ez, ez a hit, ez hatalmasabb varázserő, mint egy tündérnek a varázslata? Lén továbbra sem értette, mit üzent neki ványa, csak a varázserő, ami érdekelte. A tündérek, ők nem hisznek, csak varázsolgatnak, egész nap csak játszadoznak, mulatoznak, azt csinálnak, amit akarnak, így könnyű jónak lenni, nincsenek gondjaik, mint az embereknek. Az ember sokat küszködik, de ha megtalálja hitét, akkor azzal bármit képes elérni. Sokkal többet, mint egy tünde, aki nem is tudja, mi a hit, annak nem lehet nagy ereje. Akkor nekem is lehet még nagy varázserőm. Kérdezte én fellelkesülten. Lehet, ha megtalálod a helyes utat. Mondta ványa. Hogyan találhatom meg? Mindig várazd a jót, és akkor nem fogsz eltévedni. Utasítsd el a rosszat, a rossz mindig jelen van, és jelen lesz, amíg ember él a földön. És ha megtalálom a helyes utat, akkor nagy varázserőm lehet, és elmehetek innen végre. Kérdezte Lín. Ugyan hová mennél? És miért gondolod, hogy máshol jobb lenne neked? Azért vagy itt, mert valamiért itt a helyed, a földanya ide küldött. Mondta Ványa. Gyógyító leszek, én leszek a legnagyobb és leghíresebb gyógyító a földön. Lelkesedett Lín. Hát úgy legyen, ha ez az utad. Mondta Ványa, miközben elmosolyodott. Lín bár eddig mélységesen csalódott volt magában is, hogy nincs varázsereje, de ez most új reményt adott neki, mert nem mondott le róla, nem tudott megbékelni helyzetével. Utálta a sok munkát, amivel ványa terhelte nap, mint nap, egyszer ki is fakadt. Ugyan mire tanít ez a mérhetetlen sok munka? Miért kell minden egyes nap tíz vödör vizet lehoznom a dombról, ha nem is fogyasztunk annyit, miért kell minden nap felmosnom, amikor tiszta a padló? Mit tanulok ebből? Kérdezte dühösen Lén. Alázatot, kitartást, szorgalmat. Ezek mind nemes tulajdonságok, ha nagy ember szeretnél lenni, akkor ezek sem hiányozhatnak belőled. A becsvágyad, ha elvakít, akkor megint el fogsz bukni, aki nagy dologra született, abban van a lázat, türelem, akaraterő, kitartás, fegyelmezettség és elfogadás. El kell fogadnod a sorsodat. Ha nem fogadod el, addig biztos, hogy várat magára az, amit szeretnél. Mondta ványa, de Lin nem értette, össze volt zavarodva, mert nem mondhatta el ványának, hogy ő egy tündér, és ha ezt tudná róla, akkor talán jobb tanácsokkal tudná ellátni őt, mivel ő nem is ember, így lehet, nem ilyen tanításra lenne szüksége. De igazából mit is tehetne, egy varázserő nélküli tündeként, aki még embernek sem jó? Egyre zaklatottabb volt, hogy nem találta helyét. Ványa viszont nagyon is jól látta így is Lient, és azt, hogy mennyire össze van zavarodva. Terő királynő iránt érzett erős gyűlölete mellé társult, a csalódás önmagában, és ez még mélyebben érintette, lelketombolt. Nem tudta elfogadni sorsát. Fogadd el a sorsod lányom, addig nem lesz nyugtod, nyugtatta ványa, de Lén ezt nem tudta, hogyan tegye, ugyan hogyan is nyugodhatna meg, embernek sem ember, és tündérnek sem volt jó. Egyik napon a király katonái jártak arra, a kunyhó közelében, és szekereiken törpfoglyokat szállítottak. Lin rémülten nézte, nem tudta, hová vihetik őket, és vajon mi történhetett ezüstfenyvesben. Lín, Lin, Lynn, ő egy tünde. Lín, segíts nekünk! Kiáltott az egyik törp, amint meglátta Lient, ahogy a kunyhó mellett elhaladtak. Erre Lin gyorsan bement a házba, hogy leneleplezzék. De szíve mélyén zavarta, hogy megfutamodott, és nem tud nekik segíteni a királyság falain belül, a nagy havas szikla tetején, a hatalmas kövekből épült palotában, a törp foglyokat Blád király elé szállították, a nagy trónterembe. Törpök. Királyságomnak aranyra, ezüstre, gyémántra van szüksége. Mint a legjobb bányászok, ezen túl engem szolgáltok, így királyságom a leggazdagabb és legpompásabb királyság lesz, amilyet még nem látott a föld. És én leszek a legnagyobb királya földkerekén. Mondta Blád király. De uram, sajnálom, a megállapodás értelmében, amit még jó atyáddal kötöttünk, a szerint mi a tündéket szolgáljuk. Válaszolt Durt, a törp király. Atyám gyenge volt, az a megállapodás igazságtalan volt az emberre nézve. Hogy a tündék kapnak minden földi javat, nekünk meg mi marad? Búza és zab? A tündéket szolgáljátok. Akkor hol vannak most? Miért nem védtek meg titeket? Csak kihasználják népedet, látod becsaptak titeket. Győzködte Blát király, amint Törp király elgondolkodott. Ha felkínálok valamit, ami sokkal értékesebb aranynál, gyémántnál, ezüstnél, akkor elengedsz minket? Ajánlott alkud Durt, a törp király. Lin még egy új holdat eltöltött ványa mellett, azonban félt, hogy kitudódik kiléte, és ezzel veszélybe sodorja még ványát is. Ugyan szíve kezdett lenyugodni, vagy csak beletörődött helyzetébe, de ványamivel látta, hogy már több mindenre nem tudja megtanítani lient, ezért elengedte, bár nagyon fájó szívvel tette, mert megszerette ezt a makacs, akaratos leányt, kinek szíve meggyötört, de jóságos volt. Engedd el a fájdalmadat most már, leányom! Menj, hogy megtaláld magad, és válaszd mindig a jót, és tedd azt, ami boldoggá tesz. Higgy magadban! A földanya kísérjen utadon! Búcsúzott el Ványal ilyentől, aki nagyon izgatottan várta, hogy mi vár rá majd az úton. Nagy lelkesedéssel járta a királyságot, Ványától és még szüleitől tanult praktikáival, gyógyította az embereket, segített világra csecsemőket, de hamar bizonytalanná vált megint sorsát illetően. Arra gondolt, hogy visszamegy családjához, mert az emberek közt nem akar élni. Túl sok bennük a rossz. Az ember gonosz és kegyetlen is tud lenni, és a legtöbb a rosszat választja, a rosszat választani könnyebb, főleg ha éhezik, ami szörnyű, és ez nagyon kínoszta lény szívét, és taszította e világ borzadalma. Sok szenvedést látott, ami nap mint nap, csak egyre jobban gyötörte lelkét. Gyakran eszében volt, az a sok bölcsesség, amiket ványa mondott neki, de nem tudta még most sem, merre vezessen útja. Vándorként élt, csuhában járta a falvakat, és segített, ahol kellett, de egyszer csak Lín arra lett figyelmes, hogy nagy zúgolódás van a királyságban, és katonák ezre is sorakoznak fel a vár körül. A helyi kocsmában megtudta, hogy a törpöktől kitudódott, valami ősi kristály létezése, ami hatalmat ad a tulajdonosának, ezért a királya katonáival megtámadja a tündéreket, hogy azt elvegye tőlük, és megszerezze magának. Lén szíve hevesen dobogott, amikor tudomást szerzett a hírről, és hirtelen nem is tudta mit tegyen, mert nagyon féltette családját de hamar eldőlt benne, hogy nincs más választása, meg kell védenie a tündéreket, azonnal rohant is figyelmeztetni őket, bár nagyon rég nem látta otthonát, és tudta, hogy ezt kell tennie, nagyon nehezére esett visszamenni. Szélsebesen bágtatott az erdőben, két napon át, meg sem állt, mire odaért. Aztán megtorpant, ahogy a közelükbe került, tartott a találkozástól. És nem akart török királynő szeme se kerülni. De már késő volt, mire ideért, már a király serege is szorosan a nyomában volt, úgyhogy a tündéfelderítők már riadót fújtak, és a katonák tüstént felfegyverkeztek, gyorsan lovaikra szálltak. Lén rettegett, és inkább távolról figyelte a történéseket, a fák mögül. Az emberek túlerőben voltak, ugyanis a tündérek serege nem készült fel a támadásra, a katonák a barlang bejárata előtt sorakoztak fel, ahol a kristályt őrizték. Lén tudta, hogy nagy bajban vannak a tündérek, és nincs idő már máshonnan segítséget hívni, a legközelebbi fengves is háromnapi járóföld. Félt, hogy a falatnyi sereg hamar megsemmisül, és köztük volt, apja is, Efrem. Könybe a szeme, mikor meglátta. Lén tudta, hogy a világ elvész, olyan idők járnak, amire nem is számított, rengeteg szenvedést látott az emberek közt, és ez vár már mindenkire, eltűnik a jó. Messze van már a gondtalan, idilli régmúlt, mintha csak egy álom lett volna. Lén most újra átélte szívében azokat a boldog, felhőtlen pillanatokat, amit még a kristály előkerülése előtt érzett, még mielőtt rémálommá vált az élete. Felidézte a tündérekkel együtt eltöltött erdei sétákat, fogócskákat, eszébe jutottak a vízes és alatti merülések, az aranyhalastóban, amit annyira szeretett, a tűz körüli önfelett táncok, és nagyanyja meséi, aminek csodás világa mindig teljesen elkápráztatta. Annyira, hogy teljesen belefeledkezett mindig a történetbe, és úgy a hatása alá került, hogy ő is a főhős szerepébe bújt napokra, és már akkor eldöntötte, hogy egyszer ő is szeretne főhős lenni, és azóta is vágyik rá, és a jóra, a szeretett teljes évekre. De mára nem maradt ebből semmi, amik egykor örömet okoztak, amitől valaha boldog volt, a világ kifordult önmagából, és egyre rosszabb irányba tart, és akkor végleg vége lesz mindennek, ami valaha jó volt, és ezt nem akarja. Nem engedheti ezt, hogy minden, ami öröm elveszen. Ahogy a két sereg egymással szemben állt, és várták a parancsot, Lén nem bírta tovább, közéjük futott, mindenki nagy döbbenetére. Ő sem tudta, mit csinál ott állt a két sereg között, és ványatanítása tanítása jutott eszébe. Ez lény? Szólt terök királynő rémülten, a tündérsereg sereg élén állva. Kotrógy! Menj onnét, leány! Kiáltott rá, Blát király, az ember sereg éléről. Nem megyek. Kiáltott vissza lén? Ki vagy te, leány? Kérdezte a király. Lén vagyok, a földanya gyermeke, Efrem és Rúra lánya, ványa tanítványa, sem tündér, sem ember nem vagyok, a földanya ereje lakozik bennem. És a jót választom. Kiáltott Lín és kezeit magasba emelte, miközben a földanyához szólt. Lín vagyok, a földanya ereje lakozik bennem, nincs bennem már többé düh, harag, bosszú, gyűlölet, elégedetlenség, hálátlanság, irigység és félelem, a jót választom. Földanya segíts nekem, és a gyerőt, hogy legyőzzem a rosszat. A gyerőt. Mondta imáját Lín, miközben bánya szavai csengtek fülében. Karját felemelvén, Lín hatalmas erejétől csodák csodájára, az emberek serege mind a földre hullott. Vanda ősanyánk ereje lakozik benne. Mondta döbbenten török királynő, amint leszállt lováról, és meghajolt Lín előtt, így tett utána a többi tünde is, mind meghajoltak Lín előtt. Menj Blád király, vonulj vissza seregeddel, nem tudod megszerezni a kristályt úgysem, Léna ereje egy karcsapással elpusztít titeket mind, egytől egyig. Szólt Terő Bládhoz, aki végül visszavonulót fújt. Léna hatalmas varázslat hatására elgyengülten a földre esett, de mire feleszmélt, már tünde otthonában feküdt, régi baldahinos ágyában, és szívében melegség, béke, öröm és szeretet honolt. Megnyugodott végre lelke. Hazatért, és most már tudta, hogy ki ő valójában. Jól tudta, hogy ő nem tünde, és nem ember, és mindig a jót választja. Megtalálta a legnagyobb varázserőt, a magába vetett hitét. Már mindent megértett, már nem haragudott erő királynőre, és magára sem, mert tudta, ha nem történik meg vele ez a szörnyűség, hogy száműzik otthonából, és elszakítják családjától, akkor nem ismeri meg ványát. Ványát, a Jóságos Vajákost, akitől annyi bölcsességet megtanult, hogy anélkül sosem lett volna képes ekkora cselekedetre. És így történt, hogy most ő is egy főhős lehet végre. Mindig is érezte különleges sorsát, de nem gondolta volna, hogy ennyi szenvedésen kell átmennie, hogy a végén minden a helyére kerüljön. De megérte mindez, ha egyszerű tündeként, élt volna a világtól, szenvedéstől, küzdködéstől elszigetelten, sosem lett volna ennyi ereje és ekkora hite, hogy szembe menjen egy egész sereggel. Lín, amikor nem ezüstfenyvesben, a családja mellett tartózkodott, akkor szíve visszahúzta, és gyakran ment meglátogatni ványát, akivel a királyságot együtt járták, és segítettek a rászorulókon, gyógyítottak, és együtt próbálták jobbá tenni a világot.